A sportág további népszerűsítése, az utánpótlás bázis bővítése és a sportdiplomáciai kapcsolatok erősítése többek között ezek szerepelnek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kézilabda szövetség új vezetésének programjában. A tervekről tegnap tájékoztatták a sajtót. Tesmájer Gábor lemondása után március elején választott új elnököt a megyei kézilabda szövetség. A tagság Major Tamásnak, a Kisvárdai KC elnökének szavazott bizalmat. A játékosként az Ópályi együttesében még mindig aktívan kézilabdázó sportvezető bemutatkozó sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a stabil háttérrel rendelkező megyei szövetség tovább viszi az elmúlt években megkezdett programokat, azaz folytatódik a játékvezetőképzés, ismét megrendezik a több mint 1000 utánpótlás korú játékost megmozgató Szabolcs kupát, valamint a Nemzetközi Junior kupát. Mindenképpen szeretnénk folytatni. Láttuk azt, hogy érdeklődés van rá. Láttuk azt, hogy az utánpótlás létezik és van kivel dolgozni, és látjuk azt, hogy a játékvezető képzésben is megindult az a folyamat, ami a fiatalitás felé viszi a mondani valót, úgyhogy mindenképpen szeretnénk mind a hármat folytatni, a juniort is. Ha ebben az évben már nem is tudnánk véletlenül bármi oknál fogva ezt véghez vinni, a következő évben mindenképpen pótoljuk. A szövetség újonnan választott alelnöke Baracsi Endre szerint fontos az infrastruktúrális háttér javítása, mert a gyerekeket csak megfelelő körülmények biztosításával lehet a kézilabda pályákra csábítani. A megyei férfi bajnokságban jelenleg 7, a nőknél pedig 10 csapat szerepel. Az elnök reményei szerint a jövőben mindkét nem képviselőinél növekszik majd a résztvevők száma. Baracsi Endre alelnök a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok. És hát új tisztségében is üdvözölhetem a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kézilabda szövetség alelnöke tisztségében. Az új vezetés megfogalmazta tegnap a sajtótájékoztatón az elsődleges céljait, mik a tervek és hogyan fognak ezen az úton elindulni. Igen, valóban. Vannak terveink, amelyek azt hiszem, hogy nagyon fontosak, pláne egy új vezetésnél, hogy mindenképpen úgy induljanak egy úton, amely már mindenféle célokat megfogalmazott maguk előtt, és a kézlabdával kapcsolatban mi nagyon szeretnénk azt, hogyha valóban tudnánk olyan kellő hangsúlyt fektetni az utánpótlás nevelésre, az utánpótlással való foglalkozásra, az utánpótlásnak a megjelenítésére, amely azt mondja, hogy kellő alapot kell, hogy szolgáltasson ahhoz is, hogy utána meglegyen az a tömegbázis, amelyből majd ki lehet választani, vagy ki lehet válogatni majd azokat a játékosokat, akik majd felnőtt szinten is megfelelő szinten tudják képviselni majd a kézilabdát. Tehát utánpótlásban mindenképpen szeretnénk folytatni azokat a programokat, amelyek már sikerrel meglettek valósítva az előző időszakban, és itt azért kiemelném dr. Tesmájer Gábornak a munkáját, aki valóban olyan alapokat fektetett le itt a megyei kézilabdázásban, amelyre nyugodtan lehet most már építkezve, stabil, kiszámítható gazdálkodással rendelkezik a szövetség, és azt hiszem, hogy ez a tagoknak az egyik legfontosabb. És elindult ugye a Szabolcs kupa még az ő vezetése alatt, illetve a junior, ami egy nemzetközi utánpótlás torna, ezt mindenképpen szeretnénk folytatni majd az előttünk álló években. Természetesen ezt majd az anyagi és egyéb lehetőségeink is befolyásolják, hogy mikor kerül ezeknek a rendezvényeknek a megszervezésére a sor, de mi azon leszünk, hogy minél hamarabb meg tudjuk ezeket valósítani. Mit lehet, hogyan pozícionálná ezt a sportágat megyei szinten jelen pillanatban? Egyéb szinten azt hiszem, hogy egy igen jó pozíciót foglal el a kézilabda, hiszen, mint említettem, 22 tagja van a szövetségnek, amely azt hiszem, hogy nem kevés, hogyha Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét nézzük, illetve hogyha országos viszonylatban egy kicsit kitekintünk, akkor Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a harmadik legtöbb igazolt játékossal rendelkező tagszövetsége a Magyar Kézilabda Szövetségnek, majdnem 3600 játékos van itt a megyében. Azt hiszem, hogy ez már egy nagyon komoly szám, és pont ezért nagyon fontos az, hogy olyan transzparenciát, olyan megjelenési lehetőséget és olyan feltételeket tudjunk biztosítani mi is, mint megyei szövetség a tagjainknak, amellyel valóban olyan szakmai munkát tudnak majd elvégezni, amely a kézilabda szempontjából fontos. Milyen szakmai szervezetekkel kell megtalálni a kapcsot ahhoz, egyébként edzőkkel, iskolákkal, stb., hogy ez a bizonyos utánpótlás bázis bővüljön?
Hát a legfontosabb tervünk az mindenképpen az, hogy már, hogyha lehet, akkor alapfokon elindítsuk a kézilabdának úgymond a megismertetését, hogy a gyerekek meg tudják szeretni ezt a sportágat. És itt már azt hiszem, hogy az óvodás szinten el kell kezdeni. Ugye nem is olyan régen Kisvárdán volt éppen a Tóth Témé az új kézi programmal kapcsolatban. Ebben mindenképpen szeretnénk előrelépni, ebben mindenképpen szeretnénk bekapcsolódni mi is. És mert valóban, hogyha az óvodában megszeretik a gyerekek, akkor utána talán már az egész életükben ez végig tudja őket kísérni. Tehát óvodák, általános iskolák, és akkor így szépen fel lehet építeni ezt az utánpótlás nevelési koncepciót, amely azt hiszem, hogy szükséges ahhoz, hogy kézilabdáról beszéljünk. A szövetségen belül a szakmai szervezetek hogyan működnek, milyen munkát, szakmai munkát végeznek, minden feltétel adott-e a működésükhöz, működtetésükhöz, ebben lesznek a jövőben tervek, fejlesztésre vonatkozó tervek. Én úgy gondolom, hogy a rendszer az tökéletesen működik, minden szakmai szervezet, illetve a bizottságok működnek, úgymond a szövetségen belül remek munkát végeznek, akár a játékvezető, akár a fegyelmi bizottság, tehát, vagy a versenybizottság, amelynek a feladata ugye az, hogy a versenyrendszereket szervezze, és azoknak a lebonyolítása az zökkenőmentesen folytatódjon le. Én úgy gondolom, hogy a munka az tényleg szakmailag és emberileg is megfelelő. Itt annyit emelnék, hogy a játékvezető bizottságnak vannak olyan újdonságai, amelyek azt hiszem, hogy a megyét méltán emelik ki a többi megyéből, például a JUMP program, amely a játékvezetői mentorképzés, tehát a oktatás, tehát a játékvezető palántákat nevelnek, és nagyon jól össze lehetett ezt kapcsolni a korábbiakban, például a Szabolcs kupával, ahol, vagy a Junior kupával, amit már említettem korábban, ahol ki is próbálhatták magukat ezek a játékvezető palánták. Alelnök úr, köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt, és sok sikert a munkához az egész szövetségnek. Természetesen. Köszönjük szépen!